dire, Monsieur Le Beau Solitude. Chi hivo ura herza e chi c'ho sognocchire? Solo gala tu, credo gli hai. Tia da... Maga hívtak ki a bajnokot, fiatalember? Nem, szép herceg kisasszony. Ő hívott ki mindenkit egyszer s mindenkorra. Én csak úgy jöttem, mint mások, hogy összemérjem vele az erőt. Fiatalember, maga nagyon vakmerő. Látta, milyen erős az az ember? Ha mi szemünkkel látná, vagy a mi ítéletünkkel nézni saját magát, a kaland megijeszteni és kevésbé egyenlőtlen vállalkozásra inteni. A saját érdekébe kérjük, törődjék épségével, és mondjon le erről a kísérletről. Mondjon le róla, kérem. Hát nem esik csorba a jó hírén. Majd megkérjük a herceget, hogy a mi kedvünkért fújja le a versenyt. Ne! Könyörgöm, ne! Megvallom, nagy bűnnek tekintem, hogy bármit is megtagadjak ilyen szép és kitűnő ügyektől, de... Hadd kísérjen szép szemük és jó kívánságuk a küzdelemben. Ha veszítek, olyas valakit ér szégyen, aki nem volt a sors kegyeltje soha. Ha meghalok, olyan ember hal meg, aki vágyik rá. Én nem okozok fájdalmat barátaimnak, mert senkim sincs, aki megsírasson. A világ az nem veszít velem semmit, mert nincs benne semmi. Én... Olyan helyet foglalok el csupán a földön, hogy jobban betölti, aki a nyomomba lép. Szeretném magának adni azt a kis erőmet, amin van. Én is. Hogy növelje az övét. Sok szerencsét kéri az eget, hogy csalódjon magában. Segítség szíve vágyai.